Köszöntöm a Díszudvar magazin nézőit. A mai adásból kiderül, hogy milyen szakokra vették fel idén a legtöbb hallgatót a Debreceni Egyetemen. Szó lesz egy új életmentő beavatkozásról, megmutatjuk az egyetem innovatív virágkocsiját, és megtudhatják, milyen programokkal várták az érdeklődőket a Campus Fesztiválra kihelyezett egyetemtéren. Tartsanak velünk! A Debreceni Egyetem lett az ország második legnépszerűbb felsőoktatási intézménye idén. A tavalyi évhez viszonyítva 4,5%-kal többen jutottak be az intézménybe, így 6278 fővel, második az ELTE után az összes elsőéves számát tekintve. Az újraélesztést és az intubálást gyakorolják az egészségügyi kar ápolószakos hallgatói, a gyermeknevelési és felnőttképzési kar leendő óvoda pedagógusai pedig a gyerekek között ismerkednek a szakma szépségeivel. Ezekre a szakokra vették fel idén a legtöbb jelentkezőt a Debreceni Egyetemen. A korábbi évekhez hasonlóan slágerszak volt idén is az általános orvos, a jogász és a mérnök. A karok közül pedig a gazdaságtudományi, a bölcsészettudományi és a természettudományi végzett az élen. Általános felvételi eljárásnak a legfőbb számadata most ebben a pillanatban a felvett hallgatóknak a száma, ez pedig 6278. Ez a tavalyi felvett számadatnál több mint 4%-kal jobb, körülbelül közel 4,5%-kal, hogyha a fellebezéseket nem számítjuk, akkor eléri a 4,5%-ot. Ami a jelentkezéseket illeti, a tavaszi jelentkezési időszak adataiból már látszott az, hogy a Debreceni Egyetemre mind az összes jelentkezések, mind pedig az első helyes jelentkezések számadata alapján a Debreceni Egyetem az ország második legnagyobb egyeteme. Kimagaslóan magas pontszámmal közel 500 ponttal lehetett most bekerülni olyan szakokra, mint a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi gazdálkodás vagy a jogászszak. A Debreceni Egyetem felvételi eredményeiről szóló tájékoztatón azoknak is volt jó hír, akik elsőre nem jutottak be. A pótfelvételi keretében először lehet jelentkezni testnevelő tanárszakra is. Újdonság lesz a mostani eljárásban az, hogy két új szakot is meghirdethetünk a minisztérium engedélyével, amelyeket az általános eljárásban nem tudtunk még meghirdetni, mert még nem rendelkeztünk akkreditációval. Ezeket a tavasz folyamán nyújtotta be a Debreceni Egyetem engedélyezési eljárásra. Az egyik a gépészmérnök mesterszak, a másik pedig a testnevelő tanárszak osztatlan képzési formában, 4 bölcsész szakkal párosítva, 5 természettudományos szakkal párosítva, illetőleg az informatika tanárszakkal párosítva. A jelentkezőknek augusztus 7-éig van lehetőségük jelentkezni pótfelvételi keretében a meghirdetett 353 szakra, illetve 3500 szabad helyre. Ők még augusztus 26-áig izgulhatnak, várhatóan akkor állapítják meg a bejutáshoz szükséges ponthatárokat. Kutatás-fejlesztés elsősorban az orvos és egészségtudomány területén, közös ipari együttműködés. Elsősorban ezeken a területeken működhet együtt a Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem. A lehetséges témákról workshopon egyeztettek a két intézmény vezetői Debrecenben. A 2013-ban felépített Nagyváradi Szívközpont a Viva Anima létrehozásában a két intézmény már sikeresen dolgozott együtt, mondta el Édes István, a klinikai központ főigazgatója a megnyitón. Adrián Magyar, a Nagyváradi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem dékánja hozzátette, a két egyetem mellett a piaci szereplőket is szeretnék bevonni a közös munkába. A rendezvényen szakmai workshopok keretében a kardiológia, az onkológia, a farmakológia, valamint az élelmiszerfejlesztés és táplálkozás tudomány területén vitatták meg a közös kutatási, szakmai és oktatási lehetőségeket. A távlati cél az, hogy létrejöjjön a Kárpát-medencében egy jól működő Debrecen-Nagyvárad innovációs tengely, melynek a magja a két egyetem közötti együttműködés, emelte ki Szilvási Zoltán rektor. A távlati cél az, hogy egy Debrecen-Nagyvárad innovációs tengelyt alakítson ki. Ezt úgy hívják egyébként az együttműködési rendszerek fejlettebb formái, nál, hogy Industrial Channel. Na most itt ez egy innovációs Industrial Channel, tekintettel arra, hogy a magja az két egyetem közötti együttműködés. Sok olyan vállalat van román oldalon is és magyar oldalon is, akik már elő vannak készítve erre az együttműködésre.
Elvégezték az első allogén, vagyis idegen donoros csontvelő transzplantációt a Debreceni Egyetem hematológiai tanszékén. A csontvelő transzplantáció egy hosszadalmas és bonyolult beavatkozás, bizonyos betegségekben azonban az egyetlen kezelési lehetőség. A betegeknek a beavatkozás segítségével 45-70%-os esélyük van a gyógyulásra, míg ez a beavatkozás nélkül körülbelül csak 20% lenne. A csontvelő transzplantáció, azaz csontvelő átültetés lényege a befogadó szervezet kóros vagy nem működő csontveleinek csak nem teljes kiirtása, majd pótlása egészséges csontvelői őssejtek beadásával. Ezek az őssejtek származhatnak idegen donortól is. Az ilyen allogén, vagyis idegen donoros őssejt transzplantációt a világon már csak nem 50 éve végzik, Magyarországon azonban eddig csak egy fővárosi központban volt rá lehetőség. A Debreceni Egyetem klinikai központjában június 27-én hajtották végre az első ilyen műtétet. Felnőtt betegeknél, döntően olyanoknál, akiknek valamilyen csontvelő elégtelensége vagy rosszindulatú hematológiai csontvelő betegsége van, az allogén vagy idegen donoros csontvelő átültetést csak Budapesten végezték. Nagyon fontos, hogy betegbiztonsági okokból is legalább egy országban két helyen legyen ilyen beavatkozása lehetőség. Másrészt pedig az utóbbi évek sikeres orvos biotechnológiai fejlődései következtében egyre több beteg van, akinél ez az eljárás elérhető, és hogyha megfelelő időben, megfelelő módon végezzük, akkor gyógyító jellegű. Ahogy az ajtó lévő felirat is jelzi, ez itt a csontvelő transzplantációs részleg. Ide már csak ilyen steril ruhában lehet bemenni. Emögött az ajtó mögött lábadozik most a frissen transzplantált beteg is. Van, hogy 30-40 napot is itt kell történiük. Ilyenkor pszichológus segítségét is igénybe veszik a lábadozáshoz. A beavatkozás célja, hogy a beteg csontvelő sejteket elpusztítva az egészséges vérképző ősejtek beépüljenek a beteg sejtekbe, ezt azonban hosszú előkészítés előzi meg. Először is ki kell választani azt a beteget, akinél úgy látjuk, hogy a hagyományos gyógymódok nem tudnak kellő gyógyulást adni, szükség van erre a nagyon bonyolult beavatkozásra. Ezután meg kell találni, hogy ki az az illető, akitől ő csontvelőt tud kapni. Van-e a családban valaki, vagy esetleg a rokonok között, távolabbi rokonok között, és ha nincs, akkor nemzetközi csontvelő regiszterekből, bankokból kell keresni. Aki szerencsés, annak találunk, aki nem szerencsés, annak bonyolultabb, és ott egy újabb eljárás jön szóba. Magyarországon évente 340 őssejt transzplantáció történik. Ennek egyelőre csak egyharmada allogén, azaz idegen donoros, ami évi 100 ilyen módszerrel kezelt beteget jelent. A Debreceni Egyetem hematológiai tanszéke ezen felül 20 beteg ellátására kapott engedélyt az Országos Egészségpénztártól. A Debreceni Egyetem igazi műszaki újdonsággal készül az idei virágkarnevára. Az intézmény virágkocsijának alapja ugyanis a műszaki kar hallgatóinak és oktatóinak saját fejlesztésű elektromos hajtású autója lesz. A látványos kompozíció nélkül talán kevesen ismerik fel, de virágokkal díszítve hamarosan 10 000-ek fogják megcsodálni a virágkarneválon. Ez a szerkezet ugyanis a Debreceni Egyetem virágkocsijának alapja. A jármű igazi műszaki újdonságnak számít, a műszaki kar oktatói és hallgatói maguk tervezték és építették meg. Másfél hónapja kaptuk a megbízást. A két mérnök kollégám a tanszékről, aki gyakorlatilag minden nap foglalkozott a jármű építéssel, ezen kívül volt hallgatóink, akik építették, illetve jelenlegi hallgatóink, akik gyakorlaton készítették el a járművet, de hozzá kell tenni, hogy mi már korábban is gondolkoztunk virágkocsi alváz újra gondolásán és elkészítésén, és a műszaki karon nem egy diplomaterv készült abból, hogy milyen lenne mondjuk egy új koncepcióban elkészíteni egy virágkocsit. Az autóban nincs gáz és fékpedál, illetve kormány sem. A karneváli menetben ezzel a joystickkal irányítja majd a műszaki kar PhD hallgatója. A szerkezetet 2000 darab 12 kWh energiakapacitású mobiltelefon akkumulátor működteti, amelyekkel akár 100-150 km-t is megtehet. Maga a hajtás az a villamosmérnök és mechatronika tanszéken kifejlesztett hajtásból lett átgondolva virágkarnevál igények szerint. Gyakorlatilag ez a hajtás teljesen alkalmas arra, hogy egy nagyon környezettudatos, nagyon tiszta, füstmentes járművet adjunk át a művészeknek, akik aztán erre a kompozíciót megtervezik.
Az elektromos hajtású autó első 6 kilométeres útja abba a hangárba vezetett, ahol Pikó Sándor képzőművész vezetésével a kompozíció is rákerül. Az egyetemi virágkocsi témája egyelőre titok, de egy-két részletet azért már elárult stábunknak az egyetemi rendezvényiroda vezetője. A testnevelési egyetemmel közösen készül idén a kocsi, és egyértelműen a sport lesz a központi témája. Ugye idén volt a labdarúgó EB, az olimpia évében vagyunk, és hát amit bárki megtapasztalhatott az elmúlt időszakban, hogy a sport mennyire összehozta, összekötötte az embereket, ezt fogja megjeleníteni a kompozíciónk. A tervek szerint a következő években a virágkarnevál valamennyi kocsijánál megjelenhet az egyetem műszaki karának fejlesztése. Így a Civisváros egyik legnagyobb és legszebb rendezvénye teljesen környezetbarát is lesz. A legmodernebb műszerekkel és a természettudományos kutatómunka, valamint a műszaki fejlesztések szépségeivel és nehézségeivel is megismerkedhettek azok a középiskolás diákok, akik július elején részt vettek a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának nyári táborában. Ifjú tudós jelöltekkel telt meg július elején a kémia épület legnagyobb előadóterme. A középiskolás fiatalok azért érkeztek a Debreceni Egyetemre, hogy egy különleges nyári táborban ismerkedjenek a kutatói munka szépségeivel. A Természettudományi és Technológiai Kar első táborát a Fizikai Intézet szervezte 2011-ben mindössze 18 résztvevővel. Azóta az esemény országszerte ismerté vált. Idén minden eddiginél több diák jelentkezett a táborba, kétszeres volt a túljelentkezés. 105 diákot tudtunk fogadni, ők vesznek részt a táborba, és hát népszerű a tábor. Elég, ha annyit mondok, hogy a Pesti Fazekas Mihály Gimnáziumból is jelentkeztek matematikát tanulni a táborba. Nyilván a beiskolázási körzetünkből, Kisvárdáról és természetesen Debrecenből is nagyon sok jelentkező van. Célkitűzés egyértelmű, felkelteni a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. A természettudományos tábor a biológia, a fizika, a földrajz, a kémia és a matematika szerelmeseinek is ígért hasznos programokat. Péternek a fizika a kedvenc tantárgya. Másodszor jár a TTK táborában, ahol már tavaly is hasznos tapasztalatot és maradandó élményeket szerzett. Sokkal pontosabban és részletesebben ki tudom dolgozni a kutatási témáimat, projektfeladataimat, hiszen az emelt fizikán egy fontos része, hogy méréseket kell csinálnunk, és ennyit már tavaly mértem, és ezzel megtanultam, hogy hogyan kell még pontosabban, milyen pontosabb jegyzőkönyveket lehet készíteni, prezentációkat bemutatni, és hát az Agora élményközpont volt az, ami nekem nagyon megtetszett, és hát várom már, hogy megint újra elmehessek oda. Nem csak a fiúkat vonza a természettudományos pálya. Ezt bizonyítja, hogy a TTK táborában idén is szép számban képviseltették magukat a lányok. Ivett Győrből érkezett a Debreceni Egyetemre, hogy kémiai ismereteit bővítse. Nagyon érdekel a kémia, mások kémia versenyen részt is vettem, viszont kutatásban még nem volt részem, és hallottam erről a táborról, hogy nagyon színvonalas, és kíváncsi voltam erre. A diákok 2-3 fős csoportokban egy-egy kutatási projektet is kidolgoztak a legkorszerűbb eszközök és témavezetőik segítségével. Most a ritka földfém kutató csoporttal a gadolinium komplexeket fogjuk kutatni. Ezek fém komplexek, és akkor ennek az emberi szervezetre való hatását. Az egyetes táborban a Természettudományi és Technológiai Kar intézetei kirándulásokon, interaktív programokon és előadásokon keresztül mutatták be saját szakterületüket a diákoknak. Van, aki a munkája, más a vezetékneve miatt kezdett el magyarul tanulni. A Debreceni Nyári Egyetem kurzusára idén 36 országból érkeztek diákok, hogy a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedjenek. Bangladestől Új-Zélandig, Svédországtól Nigériáig 150-en utaztak idén a Debreceni Nyári Egyetemre, hogy a világ egyik legnehezebb nyelvén magyarul tanuljanak. A legtöbben angol és német nyelvterületről érkeztek Debrecenbe. 35 országból körülbelül 150-160 hallgatóra számítunk az elkövetkezendő 4 hétben. Mindenféle indítatású és motivációjú emberek jönnek magyar tanulni, egyetemisták, magyar származásúak, olyanok, akik hobbiból űzik a magyar nyelvet. És ezt a 4 hetet vagy 2 hetet itt töltik el Debrecenben, nem csak nyelvtanulással, hanem olyan kulturális programokkal, amely bemutatja a magyar kultúrának bizonyos elemeit. Nem kérem áldozatot idejelni.
Szulejmán, azaz, ahogy a diákok hívják, Szuszu a csoport mókamestere. Szenegából érkezett. Most a Szegedi Egyetemen tanít, ezért szeretne jobban megismerkedni a magyar nyelvvel. És mit szeretsz a legjobban a magyar nyelven? Van-e kedvenc szavad? Jó, szeretem jó napot, körülbelül, és kettő. Jó hangulatban zajlik az óra egy másik csoportban is. A 74 éves Almási bácsi az egyik legszorgalmasabb diák. A nyelv iránti érdeklődése pár éve egy magyar kórházban kezdődött, amikor már sokadjára nem hitték el neki, hogy vezetékneve ellenére nem tud magyarul. Én Almási Krisztián, én osztrák, de magyar származású. Apám, édesapám volt, magyar volt, de nem soha sem tanultam magyarul. Ian Lindsay, magyarországi brit nagykövet, a debreceni látványosságokat sorolja magyarul. A diplomata is itt a Debreceni Nyári Egyetemen fejlesztette tudását tavaly, így az idei megnyitón már magyarul tartott beszédet. Debrecenben magyarul tanultam. Egy 7-8 intenzív magyar nyelvű tanfolyamon vettem részt. És Debrecenben fantasztikus volt az élményem. A program népszerűsége évről évre nő. A 89. nyári kurzusra az egyetem által biztosított ösztöndíjas helyekre 15-szörös túljelentkezés volt. A hagyományos színházi és folklór estek mellett idén újdonság volt, hogy néhány órát a tanterem helyett a városban tartottak meg. 14 kurzussal és 29 elismert oktatóval rajtolt idén az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Debrecenben. A zeneművészeti kar nemzetközi kurzusára 16 országból több mint 200 hallgató érkezett, hogy a legjobb művészektől tanuljon. Egyszerre lendülnek a kezek, egy emberként zenélnek az ifjú művészek. Most épp Vásári Tamással próbálnak. Már csak néhány óra van hátra az esti koncertig. Addig minden hangnak tökéletesnek kell lennie. A Kossuth Díjas zongoraművész és karmester egyike azoknak a mestereknek, akik abban segítenek a hallgatóknak, hogy ne csak megszólaltatni tudják a hangszert, hanem zenéjükkel megérintsék a közönséget. Ezt a pluszt adja meg a fiatal zenészeknek immár 16 éve a Debreceni Egyetem nemzetközi kurzusa. Egy művész életében nagyon fontos az, hogy eljöjjön az a pillanat, és aztán ez megmaradjon, és vele együtt éljen, hogy érzi azt, hogy mire várnak tőle, átérzi, hogy miért készült az a zene, és miért pont úgy íródott. És ehhez azt kell, hogy átélje a művész, az előadó a darabot. Az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájára idén 16 országból több mint 200 hallgató érkezett, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása mellett megtanulják azt is, hogyan lépjenek kapcsolatba a közönséggel. Egy koncertszituációban meg tudom fogni a közönséget, vagy meg tudjuk fogni a közönséget, és én ezt nagyon élvezem, ezt az egészet, hogy tényleg a zenén keresztül át tudom magamat adni a közönségemnek. A zeneművészeti kar dékánja Duffek Mihály szerint a zene nyelvén szólni és összhangba kerülni a közönséggel a legnagyobb csoda egy művész életében. Ennek nagyon-nagyon sok fortéje van. Technikai elemei vannak, a zenei gondolkodás bonyolultságának az elemei vannak, tehát nem csak annyiból áll a dolog, hogy egy hangszeren megtalálom a hangokat és ezeket különböző ritmusban eljátszom, hanem hogy előadó művészként olyan hangulatokat élek meg a színpadon. Nem utánzok, nem imitálok, hanem élek meg. Akkor terjed. Ez a tömegpszichózis alapja, hogy minden jelenség a sok ember között akkor terjed el, ha valódi. A Nyári Akadémia nem csupán a hallgatók számára volt értékes és felejthetetlen, hiszen minden este hangversennyel várták a művészek a zenekedvelő közönséget. Rekordot döntött a Campus Fesztivál, és a Debrecen Egyetem rendezvény helyszíne az egyetem tér is. A tudományt népszerűsítő standok mellett most először saját színpaddal is várták a több ezer érdeklődő fesztiválozót az 1000 négyzetméteres területen.
Gyerekek ugrálnak a főépületben, miközben az egyetem amerikai foci csapata a fizikusok által gyártott szuper folyadékból óriás buborékot fúj, de még akár a saját háromdimenziós portrénkkal is farkaszemet nézhettünk. A Campus Fesztiválon felépített, kihelyezett egyetemtéren bizony bármi megtörténhetett. Minden programunk próbál olyan lenni, ami aktív, tehát hogy játékosan, de bemutatni a tudományt. Tehát minden területről olyan játékokat próbáltak összerakni a szervezők, ami tudomány, és mégis játékos, hogy bemutassuk azt, hogy nincs olyan messze a gyermeki világtól a tudománynak a világa. Igen, a folyékony oxigén fog kicsapolni a levegőből. Ami füstölt, égett, vagy épp folyt és megfagyott, az ifjú fizikus jelöltek figyelmét hosszasan lekötötte. De gyerekek vizsgálták a parányi pacienseket a Legóból épített rendelőben is. A sokszor félelmetesnek tartott orvosi vizsgálatokat pedig Lánci Levente hozta közelebb az emberekhez. A célunk az, hogy ultrahangos vizsgálatokat, valós ultrahangos vizsgálatokat mutassunk be a fesztiválozóknak. Egyrészt az, hogy onnantól kezdve, hogy például miért szükséges ultrahangos zselét használnunk egy vizsgálat során, hiszen ezzel sokkal többet láthatunk a vizsgált régióról, legyen szó akár hasi, akár más test tájvizsgálatáról. A vizsgálat után pedig még fotó is készült, méghozzá egy rendhagyó fesztivál selfie formájában. András például a saját szívével készített közös képet. Mondanék valamit, mégpedig lenne olyat, mely nevetés nélkül el nem múlhat. Ezért felkérem a nagy érdemű közönséget, hogy maradjon szép csendben, mert megkezdődik az esketés. Anna és Gergő egyike annak a közel 100 párnak, akik középkori stílusban kötöttek fesztiválfrigyet az egyetem téren. Az első pillantás a lánykérés és a lagzi között rekordidő, alig 10 perc telt el, de bizakodva várják a közös jövőt. Azt is elárulták, hogy nászútra a nagy színpadhoz mennek. Fesztiválfrigy varázslatos. Elképesztő és csodálatos. Mit éreztél, amikor itt megkérték a kezed? Amikor random oda jött, mikor dolgoztam és letérdelt? Fantasztikus volt. Miközben a száguldás szerelmesei egy próbakörre is elvihették az egyetem többszörös díjnyertes elektromos autóját, vagy amerikai focisták bőrébe bújhattak, idén először változatos színpadi programokkal is szórakoztatták a látogatókat. Önök a Díszudvar magazin júliusi adását látták, tartsanak velünk augusztusban is. Viszontlátásra!